közönséged, könnyelvű épiszét, azok szemében harmosait, és átkozott könnyét, s míg a szívedben vágyatol ez égő sebet tűt. Gondold meg és járj, kérj a világ se már, elaszlik, mint a búvarék, tudod, mi volt a puszta lét, tudod, mi volt a puszta lét. Szabolcs, zongoránál Richard Kleiderman. Köszönjük, ennyi taps nekik, elég lesz mára. Ennyire nem volt jó. Bognár Szabolcs, hölgyeim és uraim! Hogy elment az idő, azt a... Hölgyeim és uraim, lassan elkezdünk búcsúzkodni. Azért, mert igazság szerint kétfajta búcsúzás van. Az egyik a magyaros, a másik az angolos. Az angol az köszönés nélkül távozik, magyar pedig... távozás nélkül köszön. Na, hello! Szevasztok! Mi az utóbbiak vagyunk, úgyhogy mi elkezdünk közönni. Sziasztok! Hello, viszlát! És hát azért úgy kétszer vissza kéne tapsolni minket, és akkor mutatunk valami érdekeset. Ezen fű alatt információ, mintha nem is mondtam volna semmit. Na, közben így. Ezért látjátok a kamera pózni. Bár így alulról elég nagy a tokánk. Na, még egyet. Csak róla! Neked? Na, csak a vidám oldal. Szóval, hölgyeim és uraim, utolsó dalunként fogadjanak sok szeretettel egy olyan dalt, amit mi a Bartók Béla férfi karból tanultunk, és ez a dal kivételesen nem a mi saját szerzeményünk, hanem Bárdos Lajos szerzeménye, amit nagyon szívesen viszünk el Rorschachba, hogy megismerjék a magyar mentalitást az ott élők, ez pedig nem más, mint a Dana-Dana.